A műsor támogatója a Pure Gold Protein. Páratlan minőségű táplálékkiegészítők, verhetetlen áron. Te hogyan látsz ezt az egész tömegnövelést? Így erről mesélj. Jó. Hát az legelső szempont nálunk ugye az erősödés. Uh-huh. Tömegnövelésben. Ami ugye itt a gond szokott lenni, meg ami mindenkinek szemet tűnik, hogy szembetűnő, hogy mellette én ugye meghízok. Tehát én felszedek ilyen 30 vagy 40 kilót a tömegnövelés alatt. Jó, de ugye a tömegnövelésünk nem is rövid. Tehát tudom, én most is majdnem egy év, és akkor ez most egy ilyen rövidebb, mert az előző szezonra egy ilyen másfél évet tömegeltem. De most ugye igazából lement a verseny, nekem a versenyen volt 77-78 kiló volt a versenysúlyom. Uh-huh. És akkor most vagyok, most pont tegnap néztem, 115-116. És eltelt egy ilyen mennyi? 3 hónap talán. Az ember. Ja. Ja. Viszont figyelj, Peti, most őszintén ilyen egészségügyi gondom nincsen. Uh-huh. 120/70 a vérnyomásom, ha a közvetlen edzés után 148 vagy 150/70 valamennyi. Uh-huh. És amúgy nincsen semmilyen problémám, mert mindenki amúgy erre kíváncsi, hogy ez nem terhel, meg vagy nem visel, meg valamennyire biztos, de versenysport, most ez a követelmény, amíg tudom, így csinálom, mert szeretném a legjobbat kihozni magamból. Uh-huh. Igen, itt sokan ezt nem látják feltétlenül, hogy más az, amit meg kell tenni, úgymond egy hobbistának, meg egy sportolónak. Az utolsó gram izomtömeget is fel akar építeni, annak nyilván több áldozatot kell hozni, meg olyan dolgokat is meg kell tennie, még naturál keretek között is, ami nem feltétlenül az egészségét szolgálja. Tehát a versenysport az nem egyenlő az egészség. Hobbistának soha nem csinálnék ilyet, olyan étrendet, hogy egyen meg ilyen sok, vagy ilyen nagy mennyiségű is, meg hogy ennyire, úgymond, tolja magába a kaját, mert fölösleges, még ha tömegnövelni is szeretne, nem ennyire szélsőségesen nem csinálnám senkivel. Uh-huh. Én is magammal csak azért csinálom, mert tudom, hogy az edzéseken így tudom a legtöbbet kihozni magamból. És az edzés, az a 2-2,5 óra, akkor az már tényleg legyen olyan, hogy előtte tudom, hogy megalapoztam mindent, pihentem, ettem, amennyit kellett, ott vagyok, most már csak szét kell szedjem magam. Azt meg imádom, az edzéseket. És hát igazából ugye ez is egy szempont, hogy legyen gyomrod. Tehát a tömegnöveléshez meg kell csinálni azt, hogy ha mondjuk itt van, hogy ennyi és ennyi is teszel, mondjuk a tömegnövelés első hetén, akkor szépen fokozatosan viszed fel. Nyilván vannak olyan hetek, ami aktív pihenő, meg nyilván van olyan, ami teljes pihenő, akkor lejjebb megy a kaja, meg ingadoztatva, vagy a hintáztatva van, de enni kell most. Uh-huh. Te egyedül ezzel tudsz labdába rúgni itt naturába. Uh-huh. És mással nem nagyon. Mármint most megint a versenyzésről beszélek, uh-huh. Amúgy meg nagyon jó fizikumot lehet elérni úgy is, hogy nem eszel annyit, viszont egész évben jó formát tartasz. Uh-huh. Ezzel sincsen semmi baj. Ez is most egy másik vonal. Ehhez meg én nem értem annyira. Hát megint ez az, hogy opciók, és én azt próbálom, hogy az emberekbe belesülkolni, tényleg, hogy nyitott szemmel járnak, és lehet, hogy valaki így csinálja, valaki meg tök máshogy, de mind a kettő működik. Érezd jól magad! Ja, igen, ez a másik, hogy egyszerűen... Érezd jól magad! Igen, és ez, amit meg nagyon sokan kihagynak, oké, és megint csak más, hogyha a hobbista vagy testépítő, mert testépítő van az, hogy mondjuk nincs kedve edzeni, de ő megcsinálja, mert ugye van egy célja vele. Hobbistánál viszont fontos az, hogy olyan legyen az edzés terv is, hogy élvezze. Hát most megint csak visszatérve az előző témára, hiába teszek benne kiheti 2-3-szor guggolást, hogyha utálja a guggolást, és nem fogja csinálni úgysem valószínűleg hosszú távon, mert meg fogja utálni a sportot. Igen, igen. Hát ja, akik jönnek hozzám, én is az újaknak főleg mindig ezt mondom, hogy most az első és legfontosabb nem az, hogy most itt írok neked diétát, meg ezt tegyed, azt tegyed, így úgy. Ezt az egészet szeresd meg. Gyere azért le, szeretsz ide járni, mert tetszik az edzőterem, szereted azt, hogy súlyzós edzést csinálsz, érted, feszegeted a határaidat, jól érzed magad, ki tudod dühöngeni magad, ha bármilyen szar történt veled a hétköznapokban.
és legyen ez egy úgymond egy menedék, ahova jöhetsz bármikor. És ezt szeresd meg, és akkor utána beszélhetünk arról, hogy amúgy szeretnék kicsit fogyni, izmosodni, ez is ez a célom, jönni fog, első és legfontosabb, hogy élvezd. Uh-huh. Igen. És visszatérve egy kicsikét így a kajálásra, ugye, nyilván most te, én úgy gondolom, hogy szerencsés vagy, hogy ekkora súlyokat, tehát hogy ingadozik mondjuk 30-40 kilót a testsúlyod, de nem alakult ki, mint egy inzulin rezisztencia, vagy reflux, vagy mit tudom én, de hogyha esetleg más, tehát hogy más, hogyha ugyanígy csinál, mint te, akkor hogyan, vagy pontosabban inkább újrafogalmazom, te mit teszel meg, ha teszel valamit az ellen, hogy azért, hogy ő úgymond az egészséget is valamennyire megóvd, vagy ha mondjuk valamilyen értékek ellenének csúszva vérképben, akkor hogyan állnál hozzá? Hát figyelj, nagyon egyszerű, orvos. Uh-huh. Hát el kell menni egy hozzáértőhöz, nem olyanhoz, aki azt mondja, hogy ne egyél fehérjeport, meg lehet ilyen nagy súlyokkal, hanem tényleg egy frank orvoshoz el kell menni, uh-huh. ki kell kérni a véleményét. A másik, hogy edző, tehát nekem is ugyanúgy ott van az edzőm, ott van a Szuli, bármennyire is hihetetlen, mai napig ő az edzőm, mindent megbeszélek vele, mi van velem lelkileg, testileg, nagyon fontos egészségügyileg ugyanígy. Meg kell ezeket beszélni egy olyan emberrel, akiben bízol, hozzáértő, és jót akar neked. Uh-huh. Van ilyen embered, akkor jó úton vagy igazából. Mert bármi történik, akkor megmondja neked a frankót ő. Ja, nagyon helyes. Na ez a témához csatlakozik egy kicsikét, hogy tippeket tudnál leadni azoknak, akiknek nehezére esik eleget enni, mondjuk izmot szeretne építeni, de mondjuk még az is nehéz neki, hogy akár egy szinten tartás, vagy súlytartási kalórián legyen, pláne az, hogy többet legyen. Erre vannak valamilyen TSMS trükkök-e? Hát olyan nagy trükk nincs benne, mert igazából csak el kell kezdeni. Uh-huh. Ugyanúgy, mint bármelyik másik dolgot, így az életben elkezded, és akkor az elején így nehezebb lesz, kicsit jobban oda kell figyelned, hogy ne csúszson el a napod, uh-huh. hogy időben megedd a kajákat, aztán igazából onnantól ez beindítja, mert én is úgy szoktam, hogy reggel amúgy nagyon nincs kedvem uh-huh. enni reggel például, minden nap ugyanazt teszek reggelire, mert nagyon gyors kaja, hatékony, igazából megvan benne, ami nekem kell. Ez az Aldiba lehet venni egy ilyen Choco Rice, az a neve, uh-huh. zsírszegény, vagy ilyen másfeles tejjel fogom, és akkor 250 grammot így kiöntök, rá a tejet, kicsit uh-huh. megsziklad, és akkor igazából ilyen puffir is teszel. Ha, ez ilyen gabonapa jellegű? Ezt nem is ismerem. Csokis puffir is. Nagyon-nagyon szimpatikus. Gyerekek, irány az Aldi! 250 gram, írjatok, megetetek egy ilyet egészbe. Ez egy reggeli. Szép napot. Aha, az szép. És akkor ezt ha megeszed, akkor utána igazából már sinem vagy. Mert utána nagyon hamar le fog esni a cukrod. Aha. És jön ez a szervezet, hogy hé, haver, kéne egy kis töltet. Aha. És akkor jön a kövi kaja, aztán én két kaja után szoktam edzeni. Utána egyből jön a harmadik kaja, uh-huh. és akkor így tovább végigviszem a napot egy ilyen, mit tudom én, napi öt kaja van most tömegnövelésben. És így mondjuk a fehérje forrásokat, vagy akár célet, vagy zsírforrásokat, azokat váltogatjátok annak függvényében, hogy mondjuk direkt magasabb kalóriát tartalmú legyen, hogy könnyebben megegye, vagy mondjuk ugyanúgy csirkét etik, csak idővel próbáljon megenni. Ami jó tipp, most eljutott eszembe, hogy a zsírt tartsák alacsonyan. Tehát meg ne, ilyen hülyeségeket ne egyenek, hogy gumicukor, meg akkor ilyen chips, vagy bármi, hanem akkor legyen az egész kaja dolog célra törő, és akkor már nem is lesz az étvágyat, hogy megegyél ilyen, mit tudom én, nasikat. Mm-hmm. Majd arra csinálsz hétvégén egy napot, szombat vagy vasárnap, amikor nem edzel, kicsit otthon vagy pihensz, vagy mászkálsz, és akkor elnassolgatsz. Mm-hmm. Legalább a gyomrod is pihen kicsit, aznap eszel csak mondjuk kétszer vagy háromszor, és akkor utána újraindul megint a rendszer hétfőtől, jönnek az edzésnapok, azt akkor úgyis nagyobb az étvágyad, meg nagyobb kedvel fogod megenni a jó kis kajádat. Uh-huh. De a zsírbevitel egyébként nekem most például csak a húsból van. Uh-huh. Most
Én most egy darabig kacsát ettem, kacsa comb, meg kacsa mell, aztán most már egy kicsit úgy elkezdtem megunni, úgyhogy most majd marhát fogok, meg csirke combot. Akkor itt szerintem ez így igazából ennyi is volt, és át is térnék a következőre, mert részben már ezt meg is válaszoltad, de hogy milyen szempontok szerint választok szédrál, zsír, meg fehérje forrásokat adott szakaszban adott ember számára?